Gyakran van teória, mi is van bejfanok? Ezek szerint jót tesz az, hogy nem vagyok otthon, így azt kell feltöltenem, amit a legjobban szerettek. Kihasználtok, na szép! Nyugi, csak poén volt. Sziasztok, én Zsombel vagyok, és érkeztünk egy újabb creepypastás storytime-os teóriás videóhoz. A mai nap folyamán Daylight Stealer-t mutatom be nektek. Mi is a nevének a jelentése? Napfénylopó. Ajaj, nagyon nem hangzik jól. Minden esetre ezért lesz izgalmas a story, szóval kezdődjék a storytime. Sziasztok, én Will Zombie vagyok, és elmesélem az eddigi legőrültebb és legijesztőbb történetemet. Első fejezet. Minden akkor kezdődött, amikor csináltunk a haverokkal egy szervert, és úgy gondoltuk, hogy tarthatnánk egy építőversenyt. Ameddig nem csatlakoztak be, addig visszamentem a village-embe, ahol észrevettem, hogy eltűntek a villagerek, és még az Iron Golemek is. Nem találtam vasat, szóval a nap közepén nem ölték meg őket a zombik, és bajuk se lett, tényleg eltűntek. Utána, ahogy besötétedett, inkább aludtam egyet, de amikor felkeltem, akkor megint sötétség lett, viszont a csillagok és a hold nélkül. Nagyon különösnek tartottam, de nem érdekelt annyira, szóval inkább elmentem Killer Bunnykkal harcolni, vagyis elmentem volna. Nem bírtam leszpannoltatni egyet se. Megpróbáltam egy Skeletó Horse-ot is, és az se. Semmi fehér mobot nem bírtam leszpannolni. De miért pont fehér? Mi ez a bug? Ezután jött egy üzenet a chatbe. Hello, én vagyok a Daylight Stealer. Hogy mi? Hogy kerül egy ilyen hülye nevű játékos, miközben ezzel csak mi játszunk? Te ki az Isten vagy? Daylight Stealer vagyok, segíthetek valamiben? Majd abban a pillanatban egy csomó Enderman termett előtt. Sosem láttam még ennyi endőrment egy helyen. Gyémántszedben voltam, szóval azt gondoltam, hogy simán kinyírom az összeset. Második fejezet. A nagy háborúzás után hallottam valamit. Hey Will, jól vagy? Vettem egy nagy levegőt, mert megijedtem. Peter, hogy kerültél ebbe a világba? Nem is láttam, hogy csatlakoztál a játékba. Tényleg, pedig a többiek is benn vannak. Hey Will, jól vagy? Mizu van? Sziasztok, skacok. Látom, jó szórakozol a barátaiddal. Remélem élvezed. Nekem most sok dolgom van. Mi? Mi a franc van most? Ezt hogy csinálod? Hey Will, jól vagy? Kicsit rémültnek tűnsz. Olyan sok hülyeség történik ma. Elhagyatott lett az NPC falvam és az összes fehér mob sem spannol. Ne törődj vele, biztos valami nagy bug, és lehet az internet is közrejátszik. Gyerünk, az építőverseny már elkezdődött, nézzük együtt. Nem hittem Peternek, tudtam, hogy Daylight Stealer is benne van a dologban. Nem akartam ott lenni, ezért írtam megint Peternek, hogy nem akar inkább bányászni velem, biztos jobb móka. Rendben, menjünk. Szóval vittünk felszerelést, meg minden olyan dolgot, ami kellett, és lementünk a bányába. És utána történt a legrosszabb dolog. Alig várom, hogy lent találkozzak veled. Mi az Isten történik? Miért van az, hogy amikor Peterrel beszélek, mindig ír ez a Daylight Stealer a chatbe? Elég rossz területet találtunk, nem volt szinte semmi érc, így ketté váltunk. 5 perc után megint találkoztunk. Láttál valamit, Peter? Nem igazán, semmi érdekes se. Mi van a hangoddal? Egy csomószor akadozik. Mi? És utána elment a hívásból. Megfordultam, hogy megnézzem a játékban, és megrémültem. Egy fehér skines, vörös szemű skin volt előttem. Hello, nagyon örülök a találkozásnak. Gyorsan meglőttem íjjal, de a nyíl lepattant róla, szóval gyorsan elővettem a kardot is. Oké. Ne légy mérges, nem bántalak. Csak azért jöttem, hogy elemezzem a fehér színű dolgokat. De ez elég furcsa hangzik, ennek semmi értelme. Igazi ember vagy? Nem, egy NPC vagyok. Most már mennem kell. És lecsatlakozott. De abban a pillanatban megszólalt Peter. Válaszolj már! Mire? Nem is hallottalak. Egyfolytában beszéltem én is hozzád, de nem válaszoltál. Amikor visszamentünk a felszíre, akkor minden rendben volt, a többiek még mindig építettek és hűültek egymással. Nem akarom még egyszer átélni azt a félelmet, amit aközben éreztem. Remélem tetszett a 46. rész is. Nagyon furcsa párbeszédes sztori volt, de minden esetre nagyon izgalmas. Ha neked is tetszett, akkor folytatásképp dobj a videóra egy lájkot, illetve iratkozz fel a csatornára és kattolj a csengőre is. Valamint kövess be Instagramon is, Zsombely HD néven vagyok megtalálható. Viszont én most búcsúzom, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és találkozunk legközelebb is, Zsombely fanok. Sziasztok!